Idén elmaradnak a szóbeli érettségi vizsgák. Mivel az utóbbi években a szóbeli vizsga elvesztette súlyát, a diákok és a tanárok egyetértenek a kormány döntésével. Ehelyett az Oktatási Minisztérium által kidolgozott módszertan alapján az iskolai átlagot vagy nyelvvizsgáról informatikai képességvizsgáról szóló bizonyítványt fogadnak el. Noha a tanügyminisztérium múlt héten az érettségi szóbeli vizsgáit még online felületen szerette volna kivitelezni, a legújabb sürgősségi rendelet szerint ebben a tanévben teljesen elmaradnak ezek a kompetencia vizsgák. A Híradónk által megkérdezett 12-es diák elmondta, hogy sok idejük elment a szóbeli vizsgákra való felkészülésre, de most már látja, hogy a hangsúlyt inkább az írásbelire kellene fektetni. Az, hogy elmaradnak a szóbeli vizsgák, viszonylag egy könnyebbség, mert ugye nem kell bejárni majd, és nem kell, nem tudom, hogy 12-13 napon keresztül azon izgulni, hogy akkor elérjünk időben, és teljesítsünk is megfelelően. Úgyhogy egy reális döntésnek látom, és könnyebbséget okoz ez nekünk. A diákoknak tehát csak az írásbeli vizsgákra kell felkészülniük. Az erre vonatkozó sürgősségi rendelettel a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója is egyetért. Kifejtette, ezeknek a vizsgáknak a megtartásával csak egy fölösleges fizikai kontaktusnak tették volna ki az érettségiző diákokat. Régen is előfordult az, hogy ez a kompetencia vizsga elmaradt, ugyanakkor a gyakorlati hasznosság volt túlságosan magas, mert ezekkel a kompetencia vizsgákkal, vagy ezeknek a segítségével pluszpontot egy egyetemi bejutáshoz nem nagyon lehetett szerezni. Azok az egyetemek, amelyek külön akartak az érettségi mellett valamiféle kompetenciát mérni, többnyire megoldották ezt egy önálló felvételis rendszerrel. Tehát gyakorlatilag egy bölcs döntésnek tartom, hogy elmarad ez a fajta kompetencia, mert a gyakorlati haszna tényleg nem volt. Bár még minisztériumi döntés nem született, az intenzív nyelvosztályokban tanuló diákok elképzelhető, hogy dolgozatokat kell leadjanak, a gyakorlati próbát pedig megpróbálják valamivel helyettesíteni. Ez a legtöbb esetben megoldható, de a szakoktatásban vannak olyan tantárgyak, ahol a gyakorlati vizsgát egyáltalán nem lehet megoldani.